A délutáni órákban többnyire ez a látvány fogadja a piac téren közlekedőket. Dohányzó, mobilozó fiatalok, kisebb-nagyobb csoportokba tömörülve. A helyzet hasonló a mozi előtt található parkban is, jobb hiány ezeket a helyeket választják a fiatalok az iskola utáni találkozás helyszínének. És suli után van olyan hely, ahova el szoktatok menni, összeülni, beszélgetni? Igazából nagyon nincs rá lehetőség a városban, talán még az Insomnia, ahova szoktunk járni, de máshova nem igazán. Általában a Facebookba szoktunk menni, enni. Igen. Hát egy jobb fajta kávézó, mint például az Insomnia. Nincs a szabadidő minőségi eltöltésére alkalmas hely a városban. Ez az egyik olyan kulcsprobléma, amit az ifjúsági stratégia megnevez. A 60 oldalas dokumentumot a város készítette azzal a céllal, hogy feltárja az ifjúságot érintő problémákat és megoldásokat találjon rá. A fiatalok helyben tartása nem csak itt probléma, de itt szerintem és a KSH adatok szerint is még nagyobb probléma, mint az ország egyes más területein. El kell gondolkodni azon, hogy miért lehet ez, nagyon őszintén tükörbe kell nézni és el kell mondani, hogy igen, ez van. És mit lehet tenni? Az ifjúsági stratégiáról szóló anyagot Antal Zsuzsanna, az első magyar önkormányzati vagyon és adósságkezelő Kft. Munkatársa mutatta be. A dokumentum olyan problémákat taglal, mint a diákok iskolai leterheltsége, a fiatalok elvándorlása, az ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek hiánya, vagy a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges infrastruktúrális háttér hiánya. Ezen problémák orvoslására pályázik a város a topos kiírások között. Ebben a pályázatban, ennek a pályázatnak a szellemében tulajdonképpen azt várnánk, hogy minden olyan gondolat és tevőleges cselekvés megvalósuljon, létrejöjjön és megvalósuljon, amely kifejezetten a ifjúsági korosztály városon belüli helyét, szerepét, jövőjét határozza meg. A dokumentum arra is kitér, hogy a Jászberényi Ifjúsági Önkormányzatot egy olyan szervezetté alakítaná, mely valóban érdekképviseleti munkát végez és összekovácsoló erővel bír. Ez is az egyik igény, hogy szeretnének a fiatalok egy olyan intézményt, vagy akár csak egy simán egy helyet, ahol kulturált keretek között tudnak tanulni, akár jól érezni magukat, vagy csak simán beszélgetni, amit a stratégia is leír, hogy többnyire a mai fiatalok szórakozása, így délutáni tevékenység, abból áll, hogy beszélgetnek. A véleményüket kinyilvánítják egyes dolgokról, és így formálódnak. És sajnos erre nem mindig van idejük, mivel eléggé túlterheltek. A dokumentum szerint a probléma sokrétű, és a megoldás sem egyszerű. A főiskolát vagy egyetemet végzett diákok nagy része nem tér vissza Jászberénybe, mert bár munka lehetőség van, de nincs a végzettségüknek megfelelő munkakör. Kulturális programokban sincs hiány, de azok nem egyeznek az ifjúság igényeivel. Többek között ezért szükséges megteremteni egy olyan érdekképviseleti szervezetet, mely képes párbeszédet teremteni a fiatalokkal, és az igényeiknek megfelelő szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosítani. Az ifjúság nem tudja, hogy ezeket az információkat, illetve igényeket kifelé közvetítheti, vagy kinek mondhatja el a problémáját, kivel, kihez fordulhat, és ez az, ami többnyire megakasztja az egészet. A stratégia mentén a város a közeljövőben egy olyan saját koordinálású programot dolgoz ki, melybe pályázati forrásokat is bevonnak, és az ifjúság fejlődésével foglalkozik majd.